Köszöntöm az esti mérleg nézőit. 11 év után Székesfehérvár adott otthont a 15. Gróf Széchenyi Ödön országos tűzoltó sportversenynek. Az esti mérlegben erről lesz szó, maradjanak velünk! Legutóbb 11 évvel ezelőtt adhatott otthon Székesfehérvár a Gróf Széchenyi Ödön országos tűzoltó sportversenynek. Most újra hazai pályán szurkolhattak az érdeklődők a 11 fős csapatoknak. Miért szervezik meg évről évre a tűzoltó sportversenyt? Mire adhat ez lehetőséget? Nagyon fontos, hogy a kollégáim a szakmai felkészültsége mellett jelenjen meg a fizikai állóképessége is. Ugye itt kötelező fizikai felmérőkön kell részt venni a kollégáknak, minden hivatásos kollégámnak, és emellett egy tradíció is van, egy tűzoltó sportverseny, amely úgy gondolom össze is kovácsolja a legjobbakat, és hát nemzetközi megméretetés is van, ahol szeretném, hogyha egyre jobban szerepelnének a magyar tűzoltók. Milyen feladatokon kell átesniük, vagy milyen feladatokat kell megoldaniuk a résztvevőknek? Hosszú évek során alakultak ki ezek a feladatok, ma már tradícióként 4 versenyszámban kell versenyezniük. Egyéniben és csapatban, nagyon fontos, hiszen a tűzoltók ők csapatban dolgoznak, de egyéniben is van versenyszám. Egy 100 méteres akadálypályát kell teljesíteniük egyéniben, amelynek során egy palánkon, gerendán és tűzoltótömlőt kell csatlakoztatni egy osztóhoz. Aztán emellett megjelenik egy 4x100-as akadálypálya, ahol stafétaként adják a sugárcsövet, és különböző akadálypályákat kell, például tálcatüzet kell oltani az egyik kollégámnak. Nagyon fontos része még a horoglétra, amely szintén egy nagy tradíció. Ez egy olyan létrát kell elképzelnünk, amelynek a végén farkasfogak vannak merőlegesen, és harmadik emeletre kell felküzdeniük a kollégájuknak magát. Itt a nyitó beszédemben is elmondtam, itt a legjobbak a világban, ezt 10-13 másodperc alatt teljesítik. Ezt szeretném, ha és mi is megtesszük. Köztünk is van olyan kollega, aki meg tudja tanítani majd a fiatalokat erre. Ő 17-18 másodpercet tud, de nagyon szép eredmény. És hát a csapatverseny a végére, hiszen nem csak a váltó van, hanem emellett egy kis motor fecskendő szerelés, amelynek keretében egy osztott sugarat kell szerelniük a kollégáknak, és vizet kell kijuttatni egy célpontba. Ugye mondta, hogy nagyon fontos a nemzetközi megmérettetés is, hogy ott jól szerepeljen a válogatott. Milyen eredmények vannak eddig, mit lehet erről tudni? Természetesen minden ország készül erre. Azt is el kell mondanom, hogy vannak olyan országok, amelyek külön tűzoltó sportcsapatuk van, aki egészében erre gyakorol. Ez nem menteketőzés, de azért a kollégáim az a mindennapi mentések mellett készülnek erre, és készülnek föl. Én úgy gondolom, hogy a kis motor fecskendő szerelésben azért már mutattunk szép eredményeket a világnak, és ebben úgy gondolom, hogy azért elég jók a magyarok. Fejér megyei csapat hogyan tudott felkészülni erre a megmérettetésre? Mióta készülnek a csapattagok? Melyik a legjobb feladat? Hát folyamatosan próbáltunk készülni, a tavasz időjárás eléggé megnehezítette a hétköznapjainkat. Két csoportba elosztva készültünk a versenyre, tehát két szolgálati csoportban, ugye amúgy is minden nap van kötelező sportfoglalkozás a szolgálatokban, de ezt kiegészítve a speciális versenyfeladatokkal úgy érzem, hogy azért megfelelően föl tudtunk készülni a versenyre. Legnagyobb izgalommal talán a horoglétra mászást várjuk. Azért, mert az a legnehezebb, vagy az megy a legjobban? Lehet inkább azt a saját nevemben mondtam, hogy nekem az nagyon a legjobban saját részemről, de ez egy olyan versenyszám, ami talán a elég nagy technikai felkészülést igényel, tehát mondhatjuk azt, hogy ott egy jó szereplése van, amennyi előnyre tud tenni szert egy olyan csapat, aki ott jó helyezést ér el. Hogyan szerepelt eddig az eddigi versenyeken a Fejér megyei csapat? Hát az utóbbi években szerencsére mindig dobogóra tudtunk állni, bár igaz csak a harmadik fokig értünk, illetve volt egy év, hogy sajnos lecsúsztunk egy kis technikai hiba miatt a dobogóról, de bízunk benne, hogy idén is legalább egy dobogós helyezéssel tudjuk majd emelni a versenyfényét, vagy reméljük, hogy ennél talán előrébb is jutunk. Mi jellemzi a csapatukat, hogyan érkeztek ide erre a versenyre, a háromnapos versenyre, hogyan kellett felkészülni? Ez egy elég kemény felkészülés, hiszen ez nem olyan csak mondjuk, mint egy foci, mert focizni tudja, mindenki tud, de ezek ugye speciális sportágak, számok, és a felkészülés is speciális helyeket igényel. Nekünk van mászóházunk, illetve ami szükséges a százas akadálypályához, ezek is megvannak. Úgyhogy körülbelül 2 hónapja fiúkkal már készültünk, a csapat nagyon lelkes, mindig pozitívan indulunk neki a versenynek, de ugyanakkor várjuk egyébként a találkozást a többi sportolóval is, hiszen már egy nagy családként találkozunk sokszor itt az országos versenyeken. Többen évek óta, úgymond élsportolók így a tűzoltó sportban. Úgyhogy pozitívan indulunk neki a mai napnak. Hányan érkeztek ide, és mindig ugyanazok a tagok jelentkeznek erre a versenyre, vagy vesznek részt a versenyen?
mondhatnám, hogy van egy törzsgárdánk, ez 5 fő, akik egyébként ügyesek és jó eredményeket érnek el, de ezen felül 11 fős a csapat, a többiek pedig cserélődnek. Mindig adunk lehetőséget fiatalabb kollégáknak, és most is hoztunk 4 fiatalabb kollégát, akik hadd ismerkedjenek a versenyzés lehetőségével és a versenypályákkal és az izgalmakkal. Hogyha lehet ilyet keresni vagy mondani, akkor a számok közül melyik az, amelyik a legjobban közel áll a csapathoz, amiben a legjobban tud teljesíteni? Talán a kismotor fecskendőszerelés, ebben tavaly is jó esélyeink voltak, de ez egy olyan csapatmunka, ahol mindenkinek nagyon fontos a tevékenysége, és elég egy kis apróság, és már elúszhat az eredmény, de ugyanakkor ez egy nagyon látványos, egy kicsit technikai sport is, talán legközelebb áll a tűzoltósághoz is, hiszen vízzel, tömlővel, szivattyúval kell dolgozni, és a végén még az se baj, ha vizesek leszünk ebbe a melegbe. A versenyre kedden délelőtt a Szent Flórián körúti tűzoltó laktanyában várták a szurkolókat, érdeklődőket. Az egyik leglátványosabb versenyszámban a horoglétramászásban mérték össze tudásukat a csapatok és egyének. Gyerünk, Gyuri! Gyere már így, gyere! Ez az! Több mint 10 évvel ezelőtt is már indult ezen a versenyen. Mit változott a verseny azóta? A versenyszámok nyilván nem, de hogy mondjuk az időkben mit lehet felfedezni? Hát a versenyszámok semmiképp sem változtak, mert ez régóta egy szabályzat szabja meg, azt mondanám, hogy világszinten, tehát mindenhol egyformák a versenyszámok ugyanazon szabályokkal. Az időeredmények azok évre javulnak, főleg amennyiben rendesen fel tud készülni a csapat, azok mindig egy picivel mennek le. Van egy bizonyos idő intervallum, amit elér az ember, onnan nagyon nehéz leforogni a tizedeket, századokat, de egyébként mindig javuló tendenciát mutat. Mi mindenre kell odafigyelni egy ilyen 3 emeletnyi magas építményen, hogy a létrát hogyan támasztja le, hogyan akasztja be, hogyan mászik fel? Hát igen, a horoglétramászás az talán a legösszetettebb sportszáma ennek a csapatsportnak. Hát ugye itt mindenképpen nagyon jó mozgás koordináció kell, hiszen 32,5 méter távolságról nekifutunk ennek a 11 méter magas épületnek, és lényegében ezt az oroszok annak idején a kijevi panel mintájára találták ki, tehát a városban, itt Székesfehérváron is, amik találhatók panellakások, ez annak az emelet, illetve a terasz magasságának a szintjeit jelképezi ez a mászóház, és hát amire oda kell figyelni, hát ugye mindenképp a idézőjelben félelem legyőzése, mert ki kell ugrani egy ablakból egy viszonylag keskeny 30 centis létrára, illetve a sok mozgásnak, sok emelésnek, kézzel, lábbal való munkának az összkoordinációjára kell nagyon figyelni. Ugye itt nekifutásból indul ez a feladat, és itt van egy elég rövid szakasz, amikor ugye le kell támasztani ezt a létrát. Ezt hogyan lehet kigyakorolni, hogy ez pontosan oda kerüljön, ami a legjobban segítheti a versenyzőt? Hát vannak különböző technikák, hogy kinek hogy jó ez a letámasztás, hogyha így nevezzük. Ez általában egyébként, tehát mindig vannak ilyen standard dolgok, én azt mondanám, hogy egy tyúk lépésre a háztól, az az optimális, de van, aki a tövébe szúrja, van, aki kicsit messzebb, ez mindig az egyéntől függ, hosszú lába van, rövid lába van, második fokról indul, illetve az első fokról indul, ez sok technikából tevődik össze. Hogyan lehetett felkészülni hát nem csak erre, hanem az összes versenyszámra itt a verseny kapcsán, mennyit kell gyakorolni? Hát a gyakorlás az nagyon fontos erre a versenyszámokra, mert hiszen, hogyha az embernek alapgyorsasága is van, mivel mondtam, hogy mindegyik összetett mozgáskultúrából áll, ezért ezt napi szinten illik gyakorolni verseny előtt mindenképpen. Hát az egyéb teendőink mellett, mivel hogy most mi voltunk a rendezők, próbáltunk minél több hangsúlyt fektetni a felkészülésre, és én azt gondolom, hogy ez jól sikerült. Nyilván ugyanezeket a számokat nap mint nap több ízben végig kell csinálni, és a legjobb rutin és gyorsaság akkor fog kijönni. Hogyan sikerült az első kör, mit gondol róla? Hát sajnos az első kört azt elrontottam, most meg fogok tenni mindent azért, hogy javítsak rajta. Meglátjuk, remélhetően sikerülni fog. Most oda vágunk rendesen a csapat is, én is, és megnyerik a versenyt remélhetőleg. Mit lehet tudni egyébként így a csapatról, mennyire sokat készült erre a versenyre? Nem csak erre a számra, hanem ugye az összes többire, ami itt a versenyen van. Csapatunk felkészült, sajnos nem a legjobb módon időjárás, szolgálat, vonulás, szolgálatszervezés miatt, amit tudunk, azért megtettünk, és meg is teszünk most itt a versenyen. Hajrá és sok sikert kívánok nekik! Ugye mondta, hogy a második kör majd jobb lesz. Mi mindenre kell odafigyelni, hogy a második kör az jól sikerüljön? Mi veszhetett el az a néhány másodperc? Hát ugye, ha valaki hibátlanul mászik, tehát hogyha nincsen a horoglétra mászásában hiba, az már alapból egy jó idő, plusz még ugye, hogyha gyorsaságot is tud belevinni, akkor meg ugye rekordgyanús is lehet akár itt ezen a mai versenyen, úgyhogy igazából fejbe kell összeszedni magunkat, meg hát meg kell tempózni egy kicsit a végét, és akkor meg lehet belőle a jó idő.
Mennyire fontos egyébként ennél a számnál a fizikai erőllét? Nagyon fontos, főleg a hogy is nevezzem, a rugalmasság, nem is maga a fizikai erő, hanem hogy valaki mozgékony legyen, rugalmas legyen. Igazából, hogy atlétának kell lennünk, akkor lennénk a legjobbak benne egyértelműen. Ebben a versenyszámban két futamból a 11 csapattag teljesítményéből a legjobb 6 időt veszik alapul. A Fejér megyeiek közül többen is kiemelkedő időben jutottak fel a mászóház legmagasabb pontjára. Az első futam nagyon jó kijött, bár nagyon izgultam, ugye az egyik első voltam, aki ment, de szerencsére minden jól összeállt. A másiknál volt egy kis technikai malőr, de így az első idővel, ha jól láttam az erőnyöket, még viszont a mezőny elejében vagyok, úgyhogy a csapatot nagyon tudom segíteni ebből az idővel. Mire kell egyébként figyelni így az indulásnál, hogy az ember jó rajtot vegyen, amikor beteszi a létrát, hogy az jól illeszkedjen, hogy jól fel legyen téve, és aztán a gyorsaság, mi mindenre kell figyelni? Hát a házhoz érkezésnél jó akasztás nagyon sokat befolyásol a futamon. Ugye az, hogy épp hogy van elgerebézve a homoktól elkezdve, minden nagyon sok apróság számít. Én most pont nem jól akasztottam a másik futam, ezen ment el sajnos. A versenyre szerdán is várták az érdeklődőket. A Bregyóközi Regionális Atlétikai Központban a 400-as váltóban és kismotorfecskendő összeszerelés versenyszámban szurkolhattak a Fejér megyei csapatnak. Nemes alkalommal adhatott otthon Székesfehérvár a tűzoltó sportversenynek, 11 évvel ezelőtt már volt erre példa és alkalom. Mennyire sok előkészületet igényelt ennek a versenynek a megszervezése, mi mindent kellett tenni ezért? Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat, és tudom, hogy nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni azért, hogy ez a verseny itt megvalósulhasson Székesfehérváron. Én azt gondolom, hogy nagyon méltó helyszínt sikerült találni egyrésztről, másrésztről nagyon jó körülményeket tudtunk kialakítani. Sokszor hétvégén, esteben maradva dolgoztunk azon, hogy a megfelelő akadályelemek alakuljanak ki a versenyre. Én azt gondolom, hogy időjárással együtt nagyon jó helyszín volt Székesfehérvár. Mit jól a tűzoltóknak, hogy egy ilyen sportversenyen több számban is megmérettethetik magukat? Én azt gondolom, hogy nagyon sok elem az a életben hozott elemekből kerül ki, tehát a valós káreseteknél is találkozhatunk, hasonló esetekkel nyilván sugárszerelésről nem beszélve, hiszen ezt mindenki ismerheti, de bizony láthattunk, ugye Magyarországon már nem használunk horoglétrát káreseteknél, de a híradásokból én láttam, hogy külföldön, több országban is láttam már a mentések során, a mai napig használnak ilyen eszközöket, ez nálunk ugye ma már csak versenyfelszerelés. Milyen eredmények születtek eddig ebben a 4 versenyszámban, amit megtekintettek itt, akár az érdeklődők a Bregyóban is? Hát szintén azt gondolom, hogy a eddig ismert eredmények alapján a hazai csapat Székesfehérvár nagyon jól szerepelt. Horoglétrában egy kicsit szerettünk volna jobb helyezést elérni, a jelen tudomásunk szerint ugye a 4. helyezést értünk el. Akadálypályán viszont mindenféleképpen előrébb végeztünk, ez örömhír, ebben sikerült javítani a korábbi évekhez képest. És hát reméljük, hogy a többi számban is hasonlóféleképpen valahol az első felében végzünk, és akkor a összesítésben és a dobogóra kerülhetünk. Itt most ugye a kismotorfecskendő összeszerelés verseny zajlik éppen. Itt mi a feladat, mit kell teljesíteni, hányan vesznek részt ebben a feladatban? Hát ebben 7 fő vesz részt, így gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy az egyben a mindennapok során használt eszközökkel hajtjuk végre ezeket a feladatokat, ugyanúgy a szívoldali felszerelések, nyomoldali felszerelések, tömlők, azok megtalálhatók a mai napig is a fecskendőkön, illetve nyilván külön málház a kismotor fecskendő. Lényeg az, hogy a kádból, egy köbméteres kádból le kell lőni a 105 méterre lévő céltáblát, abba 10 liter vizet belejutott egy kis lövőkén keresztül, minél gyorsabban le kell lőnünk a célt, és hát nyilvánvalóan a legjobb idő eredmény számít. Bátrak voltak, felkészültek voltak, csapatban tudtak gondolkodni és dolgozni. 19 megye és a főváros csapata várta az eredményhirdetést, amikor kiderült, kik a versenyszámok legjobban teljesítő csapatai, tagjai. A díjakat a megmérettetés utolsó napján Erdélyi Krisztián, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató helyettese adta át, aki beszédében elmondta, a versenynek már régi hagyományai vannak. Az első tűzoltóságok, amikor megalakultak az 1800-as években, alapvetően sport és torna egyleteknek a tagjaiból alakult meg. Miért is? Hát marha egyszerű a válasz rá, hiszen az erőnlét, a fizikum, a csapatban való gondolkodás, együtt dolgozás nagyon fontos a mai napi tűzoltóknak is. Ez egy tradíció, ez egy hosszú tradíció,
Úgy gondolom, hogy maga a versenyszámok elemeit, ha megnézzük, ez leképeződés a tűzoltók hétköznapi munkájának. Tehát olyan akadályokon, olyan szerelési mozzanatokat viszünk be a sport tevékenységükbe, a napi munkájuk során is találkozhatnak a tűzoltók. És úgy gondolom, hogy versenyezni mindig jó, megmutatni azt, hogy ki a jobb, ki a gyengébb, kinek kell fejlődnie és miben. Egyéni összetettben Csabai Tamás Borsod megye tűzoltója lett a verseny legjobbja, idén a legeredményesebb csapat Baranya megyéből érkezett. A tagok horoglétramászásban harmadik, 100 méteres akadályversenyben és kismotorfecskendő összeszerelésben első helyre juttatták a csapatot, így az összesített versenyt is megnyerték. Igazából csapatmunka volt, nagyon sokat készültünk együtt, eddig években nekünk ennyire nem sikerült jól, most kijött a lépés, de mégis még egyszer azt mondom, hogy a sok felkészülés a csapatmunka. Mik voltak azok a versenyszámok, amik a legjobban mentek ennek a csapatnak? Isten igazából nekünk a horoglétra a legerősebb számunk, ennek ellenében a harmadikak lettünk, és 100 méteren jött most a, úgy mondom, a nem várt legjobb eredményünk, az első hely. Kismotor az általában olyan, hogy vagy bejön, vagy nem, most az is bejött szerencsére. Hogyan készültek fel, mennyire sokat kellett gyakorolni, napi szinten kellett ezt gyakorolni, és mikor kezdték el a felkészülést? Hát Isten igazából a csapat tagjai azok évek óta versenyeznek, ugye itt van mindig egy megyei verseny tűzoltóságok között, és ott van egy válogató, a legjobbakat összeszedik. Mi 3 hetet készültünk, 8 órában minden nap a verseny előtt, de mivel rutinos csapatról van szó, úgyhogy nem ezen a 3 hét alatt tanulta meg mindenkit a dolgokat. Az összesített versenyben a Fejér megyei csapat lett az ezüstérmes, mivel a 100 méteres akadálypályán második, a 4x100-as váltóban első helyet értek el a tagok. Vízi Ignác a 100 méteres akadálypályán a 3. helyet szerezte meg. Összetett versenyben a bronzérmet a Borsod megyeiek nyerték el. Kedves nézőink, köszönjük, hogy megnézték az esti mérleget, viszontlátásra!